Nem versenyeznek többé magyar színekben a Liu testvérek. Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség hozzájárulását kérte az országváltásukhoz vezető folyamat megindításához. Még nem neveztek meg országot, de valószínű, hogy Kína lesz a célpontjuk. Most 4-es pályát kaptunk, így a rajtnál nehéz lehet volna őket megfogni, így hátulról kellett indítanunk a futamot, de hát ezek szerint az eredmények alapján elég sikeresen kijöttünk ki a futamból. Ezt mondta Liu Shaolin Sándor még 2018-ban híradónknak, miután sikerült olimpiai bajnoki címet szerezniük a pjongcsangi téli olimpián. A magyar válogatott edzője Chang Qinglina nyáron tért vissza Kínába, azzal az indoklással, hogy visszautasíthatatlan ajánlatot kapott. A Liu testvérek már akkor utána mentek edzeni. Kósa Lajos, a Korcsolya Szövetség újra választott elnöke augusztusban még úgy nyilatkozott a Mandinernek, hogy a Liu fivérek magyarok. Magyar színekben versenyeztek, és magyar színekben fognak versenyezni. Ehhez képest a szövetség sajtóközleményében most az áll, hogy országváltást kezdeményeztek a Liu fivérek. A híradónknak nyilatkozó sportközgazdász azt mondta, anyagilag nem biztos, hogy kedvezőbb lesz számukra a kínai szereplés. Anyagilag nem biztos, hogy jobban járnak, mert Magyarország nagyon kiemelten támogatta nem csak az ő versenyzésüket, hanem úgy általában minden olimpiai élsportoló versenyzését. Tehát ebből a szempontból könnyen lehet, hogy egyébként Kínában nem részesülnek olyan anyagi juttatásokban, mint Magyarországon. Gerő Tamás ügyvéd sportjogász viszont már azt mondta híradónknak, nehézséget fog okozni az országváltásban az, hogy a Liu testvérek csak magyar állampolgársággal rendelkeznek. A Liu fivérek valószínűsíthetően Kína színeiben fognak majd a továbbiakban versenyezni, ha ehhez a magyar szövetség is hozzájárul, hiszen az ő esetükben a kínai felmenő az adott. A rövidpályás gyorskorcsolyázóknál az a szabály, hogy ha egy sportoló országot vált, akkor 2 évig nem vehet részt nemzetközi versenyen. Óriási csapás érte ezzel a magyar sportot, már amennyiben véghez viszik a Liu fivérek a szándékukat, amit ma közöltek levélben a Magyar Korcsolyázó Szövetséggel, mert ezzel gyakorlatilag, és anélkül, hogy a többi téli sportolónkat leszólnám vagy lenézném, érdemben annyi a magyar téli sportoknak. A híradónknak nyilatkozó szakértők azt mondják, a Liu testvérek valószínűleg azért hagyják el az országot, mert kínai edzőjükkel szeretnék tovább folytatni a pályafutásukat.